aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A háromszoros Kossuth díjas zeneszerző Kodály Zoltán így vélekedett a zenével kapcsolatban. Vélhetően a Salgó-Tarjáni pedagógus kórus tagjait is, akik 60. születésnapjukat hangversennyel ünnepelték, már átsegítette kisebb vagy nagyobb nehézségeken a zene szeretete. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a születésnapját ünneplő kórus tagjait és mindazon pályatársaikat, akik ezen a jeles napon azzal ünnepelnek, hogy zenei felkészültségük révén megmutatják tudásukat és tehetségüket a közönségnek. Így téve különlegessé azok számára is ezt az eseményt, akik nem művelői, hanem csupán értő kedvelői, vagy egyszerű rajongói a zenének és a kórus muzsikának. A Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola Virág László hangversenytermében a pedagógus kórus énekesei Mozart, Bach vagy épp Kodály Zoltán műveinek dallamait szólaltatták meg. A Salgó-Tarjáni Pedagógus Kórus 1958-ban alakult, első karmestere Virág László az országosan ismert zeneiskola igazgató volt. Vezetése alatt számos arany, ezüst minősítős és fesztivál díjat szerzett az együttes. A kórusunk újjászervezése 1990-ben kezdődött meg, karnagyunk Fehér Miklós volt. 95 óta Bárni Dicse Zsuzsanna irányításával énekelünk. 95-ben ismét fesztiválkórus minősítést nyertünk, majd 99-ben megkaptuk Salgó-Tarján megyei jogú város Proarte díját. A jubileumi hangversenyen számos vendégfellépő és kórus színesítette a programot. A zenekedvelő közönség többek között a Divertimento vonós négyes előadását is megtekinthette. Természetesen a középpontban az alapításuk 60. évfordulóját ünneplő Salgó-Tarjáni pedagógus kórus tagjai voltak, akik továbbra is szeretettel várják kórusukba a dalolni szerető lokálpatriótákat. A hangversenyen a muzsika szeretete átjárta a zeneiskola falait, és a korábban fesztiválkórus címet is elnyerő Salgó-Tarjáni pedagógus kórus tagjai méltóképp ünnepeltek, és megemlékeztek a kórus egykori tagjairól és a vezetőiről.